Az Európai Bizottság blokkolta a világ két legnagyobb hajóépítő vállalatának a DV Shipbuilding and Marine Engineering és a Hyundai Heavy Industries egyesülését. Az uniós testület azzal indokolta az elutasítást, hogy a két dél-koreai óriás összeolvadása után túlzott befolyást szereznének a tartályhajók piacán, ami csökkenteni a versenyt és egekbe tolná a fuvarozási árakat. Az EU teljes energiafogyasztásának mintegy negyedét a földgáz teszi ki, melynek jelentős része folyósított formában érkezik az integráción kívülről. Ennek a törékeny rendszernek fontos szereplői a tartályhajók, amelyek a világ minden pontjáról szállítanak ide energiahordozókat, figyelmeztetett a versenyjogért felelős uniós biztos, aki 2019 óta először kaszált el vállalategyesülést. Az EU a világ harmadik legnagyobb cseppfolyós gázimportőre. Télen a szállítási költségek rekordszintre emelkedtek, így Európa szerte megugrottak az energiaárak. A drágulást tetézte, hogy a tagállamok hajlandóak voltak többet adni a gázért, mint az ázsiai országok.